Megköszöntjük a sajtó képviselőit. Elsőként Ravasz Lászlónak, az adóskamara képviselőjének, és a szóban forgó peresügyben eljáró ügyvédnek adjuk meg a szót. Köszönöm. Köszöntöm a sajtó képviselőit, és köszönöm a lehetőséget, hogy tájékoztathatom a magyar lakosságot a tegnap lezajlott per eredményéről. Mint köztudomású, tegnap a kúria hozott egy ítéletet egy deviza perben, amelynek a lényege az volt, hogy egy korábban jogerősen érvénytelenné nyilvánított szerződést lehet-e utólag érvényessé nyilvánítani azon a címen, hogy megszűntek az érvénytelenségi okok a DH törvény alapján. A kúria kimondta, hogy lehetséges ilyen jogi döntés, illetőleg lehetőség van arra, hogy a bíróságok ne vizsgálják azt az érvényessé nyilvánításkor, hogy vannak-e még érvénytelenségi okok, egyéb érvénytelenségi okok a szerződésben, és ez alapján, a magyar és az európai jog alapján nem lehetne érvényessé nyilvánítani a szerződést. Gyakorlatilag azt mondta ki a kúria, hogy ő nem vizsgálja ezeket az okokat, nem hajlandó vizsgálni ezeket az okokat, hogy fennállnak-e, és mindenféle ilyen jogi, polgári, peres eljárásjogi praktikákkal kikerülte az ebben való kérdésben való választ. Gyakorlatilag az jött le az ítéletből, hogy a kúria továbbra sem hajlandó foglalkozni az Európai Bíróság, Európai Unió Bíróságának C51/17-es döntésében foglaltakkal, magyarul azzal, hogy vizsgálnia kell hivatalból a bíróságoknak azt, hogy a bankok megfelelően tájékoztatták-e az adósokat arról, hogy mi a kockázata ezeknek a devizahiteleknek. Egyáltalán nem adott álláspontunk szerint semmelyik bank megfelelő tájékoztatást, sem az európai jognak, sem a magyar jognak megfelelő. Ebből adódóan, mivel a C51/17-es EU döntés azt mondja, hogy hivatalból kell vizsgálni a bíróságnak ezt a kérdést, a kúriának is hivatalból kellett volna ezt figyelembe venni. Álláspontunk szerint jogellenesen nem tette meg ezt a kúria, és kikerülte az e kérdésben való választ, vélhetően azért, hogy annak megfelelően döntsön majd ezekben a kérdésekben, amit majd a Wellman György által elrendelt központi vizsgálat alapján hoznak. Tehát magyarul a bíróságok továbbra is, és a kúria is arra vár, hogy milyen központi utasítást fog kapni e kérdésben. Ez felveti azt a problémát, hogy sajnálatos módon a bíróságok továbbra is ilyen központi utasításos rendszer alapján működnek, és hozzák meg a devizahiteles ügyekben a döntéseiket. Az is egy szomorú tény most már, hogy nem alapvetően a bankoknak a követeléseiről szól már itt a történet, hanem a követeléskezelőkön keresztül gyakorlatilag ingyenesen rekvirálják el a magyar lakosságnak a vagyonát. Több százezer ingatlanról van ilyen rekvirálás tekintetében szó. Az is tény, hogy a bíróságok gyakorlatilag még mindig ragaszkodnak ahhoz a kormányzat és a bankok között 2011-ben, és 2015-ben megkötött alkuhoz, hogy a devizahitelesek gyakorlatilag nem nyerhetnek pert, és nem írhatják fölül a bíróságok ezeket a kormány- és bankalkukat. Az a nagyon nagy probléma, hogy a bíróságok továbbra is úgy néz ki, hogy kötik magukat ehhez, és betartják azt az elvárást, hogy nem írhatják fölül ezeket az alkukat. Sajnálatos módon ennek pedig több millió magyar állampolgár issza a levét. Reméljük, hogy azért ez változni fog, és mind az adóskamara, mind a ügyvéd kollégák el tudják érni azt, hogy jogi megoldás vagy politikai megoldás
legyen erre a magyar kataklizmára. Köszönöm a figyelmet. Az történt a tegnapi napon, hogy valaki előtte pert nyert, majd a bíróság utána nyúlt, és azt mondta, hogy nem, ön mégsem nyert, ön vesztett, és ezért meg kell fizetnie a perköltséget, és meg kell fizetnie a banknak azt, amit jogerősítélet alapján is jogtalanul követelt. Az Európai Unióban 2019-ben. És látják, ezért fontos az Európai Unió, és ezért fontosak a fogyasztóvédelmi elvek, amiket az Európai Unióban tudnak, csak itt valahogy Magyarországon nem alkalmaznak. Ezekben az van benne, és az a legfőbb elve, hogy meg kell védeni például az adóst, meg a vásárlót, aki nyilvánvalóan gyengébb helyzetben van, mint a gyártó vagy a hitelező, a bank. És meg kell védeni azért, mert nem kerülhet azért hátrányos helyzetbe, mert megtévesztették, és azért nem kerülhet hátrányos helyzetbe, hogyha nem hozták megfelelő tájékoztatással döntési helyzetbe. Ezek az Európai Uniónak az alapelvei. Látjuk, hogy nem bonyolultak a fogyasztóvédelemben, de mégis a bíróságok nem ezt alkalmazzák. Én úgy gondolom, hogy minden magyarnak ezért fontos az Európai Unió, és ezért fontosak az uniós elvek. Viszont azt is látjuk, hogy Magyarországon ezt nem alkalmazzák. Miért nem alkalmazzák? Mert Orbán Viktor megállapodott a bankokkal. A devizahitelesek kárára eladta a devizahiteleseket a bankoknak. Erről szól a 2015-ben megköttetett, az EBRD-vel megköttetett paktum, ahol elmondják azt, leírják azt, hogy a bankokat semmilyen fajta kár nem érheti Magyarországon, a forintosítás egy fillérjükbe nem kerülhet, nem gördítenek akadályokat a kilakoltatások elé, és még azt is leírják benne, hogy a magyar kormány nem fog olyan döntéseket hozni, ami a bankoknak csökkenti a profitabilitását, a jövedelmezőségét. Nem is csökkentette, nagyon jól kerestek a magyarokon a bankok, akár a tavalyi évben is. Mi azt mondjuk, hogy ezt a megállapodást, ami ennyire egyoldalú, mert az adósról, a magyar emberekről egy szó nincs benne, ezt fel kell bontani. Erre lesz lehetősége a parlamentnek, hogy szavazóról lesz, be fogjuk terjeszteni a parlament elé, szavazhatnak róla, hogy tényleg Orbán Viktor maga dönti el a dolgokat, vagy a bankok azért pénzért megmondják neki, hogy mit dönthet, hogy a bankoknak a zsebében van-e a magyar kormány és a miniszterelnök együtt, vagy nem. Erről szavazhatnak majd a fideszesek. És ahhoz, hogy megvédjük az adósokat a nyilvánvaló erőfölényben lévő bankszektorral szemben, ezért azt javasoljuk, hogy pontosan ezeknek a fogyasztóvédelmi elvek alapján, amiket elmondtam, és pontosan az alapján, az Európai Bírósági Döntés alapján, amelyet meghivatkozott Ravasz László, az alapján szülessen Magyarországon egy olyan törvény, amelyben kimondja a parlament azt, amit egyébként a fideszesek korábban pontosan jól tudtak, becsapták, megtévesztették az adósokat. Akkor nem kell pereknek indulni, nem kell 1.700.000 pernek elindulni, amelyik bank úgy érzi, hogy ő mégis tájékoztatta az adósokat, akkor majd az indít pert a magyar állam ellen, az összesen 7 per. És azt gondoljuk, hogy ezekkel a javaslatokkal nyugvó pontjára kerülhet ez az ügy, de ez nyilvánvalóan csak akkor igaz, hogyha Orbán Viktor tényleg egy szuverén miniszterelnök, és nem a bankok mondhatják meg neki, hogy mit csináljon, meg a tőke mondhatja meg neki, hogy mit csináljon, hanem tényleg a magyarok érdekeit tartja szem előtt. Ma nem a magyarok érdekeit tartja szem előtt, a tőke és a bankok érdekeit tartja szem előtt. Ebben az EBRD megállapodásban sem az adósok, sem a magyar emberek semmilyen szinten nem kerülnek még megemlítésre sem. Csak annyiban, hogy ők azok, akiket ki lehet lakoltatni, és 10000-ével várnak most a családok arra, hogy az utcára kerülhetnek. Ezek miatt a szabályok és ezek miatt a végtelen aljas megállapodások miatt. Mi ezért azt mondjuk, ezt fel kell mondani, mert nem áll a magyar emberek érdekében, és hozzanak egy olyan jogszabályt a parlamentben, melyben kimondják, hogy a bankok visszaéltek az erőfölényükkel, megtévesztették és becsapták az adósokat, és amelyik bank úgy tudja, hogy ezt be tudja bizonyítani, hogy ő mégiscsak tájékoztatta az adósait, akkor az majd biztosan érvényt tud szerezni az érdekeinek a bíróságon. Én köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani. Ha a témában kapcsolatban van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok. Tessék, parancsoljon!
Így van. Én ezt a cikket nem olvastam, ezért ezt most nem nagyon tudom kommentálni. A választmány döntött erről a kérdésről, sőt ezt követően a kongresszus is döntött erről, és ez a kettő döntéshozó testület az, amelyik meghozhatja ezeket a döntéseket, és megfelelő módon meg is hozta ezeket a döntéseket mind a két testület, az országos választmány és a legfőbb döntéshozó szerv a kongresszus is. Ezt a listát fogják benyújtani majd a közjogi aktus keretében a választási irodához. Azok a szervezetek hozták meg a döntéseket szabályos keretek között, amelyeknek meg kell hozni. Szépen. És még egy kérdésem lenne, Gyöngyösen átlagott egy kérdőt az egyik lapnak, amivel azt mondta, hogy az eddig nyilvánosságon kerülő rasszista jelentései csak egyfajta stratégiában elképzelhetőnek tartják ezek a jelentések, egyfajta stratégiát képeztek, vagy most próbálják igazából menteni. Én nem szeretném Gyöngyösi Mártonnak a szavait értelmezni, mindenkire rábízom, aki elolvasta ezt a cikket, hogy értelmezze Gyöngyösi Mártonnak a szavait. Tudom, hogy mi búvik meg a kérdés mögött, én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben már mindent elmondtak az előttem szólók, minden egyes vezető politikus már elmondta a véleményét, én tovább nem mennék ezen az úton. Szerint ez egyfajta magyarázkodás lehet az ő részéről? Még egyszer mondom, én nem szeretném értelmezni Gyöngyösi Mártonnak a szavait, ami le van írva, azt mindenki saját maga tudja értelmezni, hogy Gyöngyösi Márton mit és miért mondott, legfőképpen egyébként őt kellene erről megkérdezni, és még egyszer mondom, szerintem ebben az ügyben már minden egyes kérdés és minden egyes válasz már elhangzott. Köszönöm szépen!